Mi történt az elmúlt időszakban, tisztelt polgármester úr? Az elmúlt időszakban talán a legfontosabb az volt, hogy összeállt az önkormányzat idei évi költségvetése. Ugye ez az év sem lesz sokkal egyszerűbb vagy könnyebb, mint a 2023-as év volt. Ugye a 2023-as az egy nagyon bonyolult és nehéz év volt az önkormányzat számára, de a költségvetés összeállt, a szakszervezetekkel megtárgyaltuk, a képviselőtestület rövidesen dönt róla, én nagyon remélem, hogy el fogják fogadni, annál is inkább, mert nem csak az óvodapedagógusoknak lesz béremelés, ugye, amit a kormány intézett, hanem az intézményhálózatban dolgozó összes dolgozónak lesz béremelés, illetve természetesen azok a nagy projektek is folytatódnak vagy elkezdődnek, amik az önkormányzat terveiben szerepeltek, ilyen az idős otthon építés, a bölcsőde építés, vagy ilyen az útfelújítások, illetve más egyéb olyan beruházások, amire gondol az önkormányzat, hogy fontos, meg hát amit a kerületi lakók is javasoltak, például a csapadék vízkezelésre is kiemelt figyelmet fogunk fordítani, meg a járdák felújítására. Persze aztán ezen kívül voltak rendezvények is, ilyen volt például a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör rendezvénye, akik havonta egyszer mindenképpen tartanak valamilyen rendezvényt, és kerületbe látogat ilyenkor neves magyar sportoló, most a világbajnok vitorlázó Érdi Mária volt itt, aki az olimpiára is készül, és korábban már több olimpián is nagyszerűen szerepelt, kiemelkedő sikereket kívánok neki az olimpián is. Nem lesz egyszerű, de hát egy olimpiára eljutni sem egyszerű, de aki már ott van, az persze összeszedi magát, és a legjobb tudását fogja beleadni, és nagyon reméljük, hogy ez az eredményekbe is meg fog majd látszódni. Én nagyon szurkolok neki. Aztán ezen kívül két óvodában is volt átadó rendezvény, ugye a Farkasalom utcai óvodában energetikai beruházást végzett az önkormányzat, kazán cserélt, illetve napelemeket helyezett a tetőre. Ez a 11 olyan intézményünk közé tartozik, ahol a tavalyi évben köszönhetően kormányzati támogatásnak is, amit rezsikompenzációként kaptunk, tudtuk előre lépni a zöld energia felé, és főleg abba az irányba, hogy olcsóbb legyen az energia, így kevesebb legyen majd a villany meg a gázszámla az ég végén. Nagyon remélem, hogy ez a beruházás is közelebb visz minket ahhoz, hogy ezt a célt elérjük. Hasonlóképpen ugyanígy a Baross utcában, a leégett uszoda melletti óvodában, ahol szintén energetikai beruházást végeztünk, illetve hőszigetelést, meg még egy plusz munkaként a 3 darab játszóudvart is megcsináltuk, már azokat a kis beugrókat az épületen belül, ami már nem annak a egyébként gyönyörűen felújított óvodaudvarra rendelkező óvodának a színvonalához passzolt. De ha már itt tartunk, ugye mellette épül az uszoda, ugye a Rákóczi Mihály uszoda leégett egy évvel ezelőtt, és nagy septiben sikerült összeszednünk magunkat, és új tervet készíteni, azt engedélyeztetni, és mindezt úgy, hogy még a biztosító mai napig nem közölte, hogy mennyit szeretne fizetni az önkormányzatnak a kártérítésként, vagy hát a biztosítási kár összegként, de lakossági adakozásnak is, meg hát főleg az önkormányzat takarékos gazdálkodásának sikerült annyi pénzt összeszedni, hogy elindulhasson ez a építkezés. Hát nem is tudom, 2-3 naponta ki szoktam menni Horváth Ádám körzeti képviselővel megnézni, hogy haladnak, és egészen jól haladnak. A bontások szinte teljesen megvoltak, amiket el kellett végeznünk. Most már az építés kezdődik, ugye ott a szauna bővítés miatt új falakat is kell húzni, illetve hát a kinti medencéknek már a alapozási munkái kezdődnek lassan, a vasszerelés, a szerelőbetonok már készen vannak, úgyhogy jól halad a kivitelező, csak így tovább, hajrá! Aztán ezen kívül volt megemlékezés a Lemhényi Dezső általános iskolában. Ugye a Lemhényi Dezső általános iskolában a tornaterem Novák Dezsőről van elnevezve, aki kerületünk díszpolgára és a legtöbb olimpiai éremmel rendelkező magyar futballista, és kerületünk lakója volt, és 85. születésnapja lett volna. És ezért emlékeztük meg, a család is ott volt, illetve hát ott volt a Ferencváros labdarúgója volt, úgyhogy a Fradi kiválósága is ott voltak. Pont arra a napra esett, amikor ugye a Fradi idegenben szerepelt, úgyhogy a elnök úr meg a igazgató úr nem tudott itt lenni, de mások voltak a Fraditól és képviselték őket. Aztán ezen kívül civil rendezvények is voltak,
hisz a sashalmi katolikus templomnak a tetőjét cserélik, és ez egy nagyon-nagyon nagy beruházás, amihez nem csak az állam adott támogatást, az önkormányzat adott támogatást, hanem a hívek is adtak hozzá támogatást, több gyűjtés is volt, ahol én ott voltam, az a ifjúsági farsang volt, ahol meglepődve tapasztaltam, nem csak azt, hogy mennyi fiatal jár a katolikus egyház berkein belül ilyen farsangra, hanem abba is, hogy micsoda nagyszerű, és nagyon jó konferencia volt, nagyon jó műsorokat láttunk. Persze nyilván a kerváros ifi tehetségei is fölléptek, hisz mégiscsak ők a fiatalok, úgyhogy nagyon jól érezték magukat, akire erre a farsangra ellátogattak, és persze minden egyes farsangi belépővel, meg adománnyal hozzájárultak ahhoz, hogy szebb, illetve hát jobb legyen a Sasvár utcai katolikus templomnak a tetőszerkezete. Aztán ezen kívül, mivel kezdődik a tavasz, hát ugye itt most hol jó idő van, hol rossz idő van, pontosan nem lehet tudni, de amikor egy kicsivel jobb idő van, akkor a kerületgazdaszolgáltató szervezet elkezdte a tavaszi nagy takarítást a parkokban, meg a kiemelt közterületeken, annak érdekében, hogy amikor tényleg eljön a tavasz és sokan mennek már ki a szabadba, akkor tényleg olyan körülmények fogadják ezt, amit a 16. kerületiek joggal elvárnak az önkormányzattól. Itt van egy vitánk még a fővárosi önkormányzattal, ami több éve húzódik, hogy bár a önkormányzat által fenntartott parkokban általában azért nagyobb a rend, mint a főútvonalak mellett, meg a fővárosi önkormányzat kezelésében levő zöld területeken, és már mióta levelezek főpolgármester úrra, hogy vagy lássák el a feladatukat tisztességgel, vagy adják oda ezt a feladatot azzal a pénzzel, amit erre költenek a kerületi önkormányzatnak, és akkor mi még hozzárakunk egy csomó pénzt, és akkor legalább megcsináljuk ezt. A kertvárosi konzultációban meg is kérdeztük a lakókat erről, és egyértelmű választ adtak abba, hogy szeretnék azt, hogyha a főváros kezelésében levő zöld felületek is ténylegesen kezelve lennének, tehát nem a gaz nőne ott és térdig érne, hanem tényleg lenne gazdája annak a területnek, úgyhogy az önkormányzat átvállalja ezt a feladatot is a fővárosi önkormányzattól. Nagyon remélem, hogy főpolgármester úr most már több mint két éve megírt 12 levelem közül legalább egyre most már válaszol, a fővárosi közgyűlésben szóvá is tettem, akkor azt ígérte, hogy egy héten belül válaszol, de ez lassan egy hónapja volt, és a választ még mindig nem kaptam meg. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb megjön, és az lesz a válasz, hogy engedélyezi nekünk azt, hogy a főváros területén is a zöld felület kezelést a kerületi önkormányzat végezze. És a végére hagytam egy örömteli dolgot, ugye van egy kerületi pedagógus, aki fizetés nélküli szabadságra ment azért, hogy élete nagy álmát megvalósítsa és a Budapest-Bamako rallin részt vehessen, nem magán a versenyzők között, hanem mellette van egy csoport, akik túraként vesznek részt ezen, és párjával együtt elmentek, hát most nem Bamakóba, hanem Sierra Leone-ba, Freetownba volt a vége, de végigmentek Afrikának a nyugati partján egészen le Sierra Leone-ig. És amiért ez talán érdekes, hogy a kerületi önkormányzat adományát is elvitték a ott levő iskolások számára, mindenféle taneszközt, ezt, azt adományoztunk, és ez célba ért, és az elküldött videón meg képeken is az látszik, hogy nagyon örültek neki Afrikában élők, amit a 16. kerületiektől kaptak. Köszönjük szépen, tisztelt polgármester úr! Köszönöm szépen!